Szép estét kívánok, köszöntöm a lelátó nézőit! Ma este egy beszélgetést láthatnak Engler Mariannal, aki sokakat motivál arra, hogy sosem késő elkezdeni sportolni. Adásunk második felében pedig megismerhetik a Bácskai térség első amerikai foci csapatát, a Baja Raiders-t. Tartsanak velünk! Stúdiónk vendége Engler Marian, aki sokak számára ismerős lehet a művészet kapcsán. Azonban Mariannak van egy sportos oldala is, hiszen felnőtt korában kezdett el a triatlonnal foglalkozni. A kezdetekről, az edzésekről, a sport és a család egyensúlyáról beszélgetünk ma vele. Köszöntelek Marianna stúdióba, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást én is. Ugye itt korábban beszélgettünk, hogy te is vallod azt, hogy sosem késő elkezdeni. Mikor kezdődött a te közös történeted a triatlonnal, illetve a sporttal magával? Hát felnőttként kezdtem sportolni, nincs semmilyen sportolói előéletem, gyerekként nem mozogtam semmit. Úgyhogy a triatlonnal 2 éve kezdtem el foglalkozni, de volt ebbe a kalandba egy csavar, ha úgy tetszik. Igazából teljesen önös érdekből, mint nagyon sokan felnőttek, amikor 36 évesen letettem a cigarettát, elkezdtem kocogni, illetve valamit mozogni, hogy ne szedjek föl túl súlyt. Van, aki fogyásból kezd el mozogni, én azért, hogy tartsam körülbelül a formám. Így aztán a mozorgás, az aerobik, a crossfit, a kocogás az így folyamatosan az életem része maradt. Addig-addig, hogy magamtól elég sok félmaratonra, sok versenyre eljutottam és sportoltam, még nem. 2020-ban volt egy sztrókom, ami után azt mondták, hogy bátran mozoghatok tovább és mocoroghatok, de én féltem megindulni futni, mert tartottam attól, hogy ismét bajom lesz. Így aztán 2020 őszén beiratkoztam Balog Ádám felnőtt úszótan folyamára, hogy akkor itt az idő valami újat kipróbálni, akkor megtanulok úszni. És hát 1-2 hónap után bezárt az úszoda, hiszen akkor jött a Covid második, harmadik, sokadik hulláma. Úgyhogy 21 tavaszától, mióta nyitva van végül is rendesen az úszoda, azóta a heti 2 úszásra járok, és akkor az Ádám segítségével vágtam bele a triatlonba, tavasszal vettük az első kerékpáromat, és akkor kezdtem el triatlonozni. Mi az, amivel esetleg, vagy mit látott benned, mivel tudott meggyőzni, hogy próbált ki ezt az összetett sportot? Hát igazából a lányom volt ebben a fő motivátorom, mert ő 7 éves korától triatlonozik, én láttam az ő hatalmas küzdelmét, hogy a semmiről, a nulla állóképességről hova tudott eljutni, és micsoda akaraterő és kitartás van benne, és úgy gondoltam, hogy hát ez olyan nagyon nem komoly sport egyik sem, 3 elég rekreációs sportból áll végül is a triatlon, úgyhogy akkor ebbe belevágok én is, talán edzői segítséggel nem fogom túltolni, úgyhogy így a lányom fertőzött meg ezzel. Hogyan épülnek fel most így a mindennapjait, hogyan indítottátok az edzéseket, hogyan hoztátok össze ezt a 3 különféle edzésmódot? Hát az első középtávomra még Ádámmal készültem fel. Ő egy program segítségével megírja az edzéstervet, amit a sportórám levezényel, és az edzéseket egyedül végeztem, illetve továbbra is a heti 1 úszó edzésre jártam hozzá, illetve most januártól egy Sasi Gabriella nevezetű edzőnő segíti a felkészülésemet. Úgyhogy úgy rakjuk össze az edzéseket, hogy a heti 2 úszás fér bele, ez a 1-2 óra hossza, 3 futás és 2-3 kerékpár. Ez heti 7 és 13 óra közötti elfoglaltságot jelent. Nyilván nem mindig fér bele minden, nyilván van, hogy elmaradnak edzések. Ezt úgy kell elképzelni, hogy inkább hétvégén a szabadidőmben vannak a hosszabbak, a hétköznapokban reggel egy órás edzés fér bele korán reggel. Mikor volt az, vagy nem tudom, hogy úgy vágtatok-e már bele Ádámmal itt az úszást követően a triatlonba, hogy akkor versenyen is indulsz, vagy az is csak először egy ilyen hobbinak indult? Nem akartam sokáig versenyezni, mert úgy voltam vele, hogy nem akarom hajtani magam, hanem csak
jól akarok kinézni, jól akarom magam érezni a bőrömbe, és örömömet lelni abban, amit csinálok. Én amikor elkezdtem úszni járni, akkor mint a gyerekek vártam, hogy mennyit kell aludni, hogy újra mehessek. Tehát én nagyon jól éreztem magam ebbe. Aztán az Ádámos csapattal egy Ábrahámhegyi triatlon versenyre elmentünk, és akkor ott mondták, hogy hát ott mindenki indul sprintávon, akkor induljak én is. De hát, hogy így... Sokat kellett győzködni? Nem, mert jó volt a társaság, úgyhogy az volt az első verseny, és akkor aztán úgy gondoltam, hogy hát én a sprintet nem, mert ott iszonyatos a tempó, nagyon-nagyon hajtanak, én ez a lassan, biztosan, hosszú távokra szeretnék ráállni, és akkor így kezdődött az én középtávos felkészülésem. Az, aki esetleg nem tudja, a középtáv az milyen távokban? A középtáv a triatlonban 1900 méter úszás, 90 kilométer kerékpár, és a végén egy 21 kilométeres futás egy félmaratonnal zárul. És hány ilyen versenyen vagy most túl? Eddig hármon vagyok túl, és ezt mondhatom, hogy ezt a harmadikat élveztem a legjobban. A tavalyi elsőt az csak az volt a célom, hogy teljesítsem, tehát önmagában a táv is nagyon nagy kihívás volt bő egy éves úszástudás és triatlonozás után, úgyhogy az idei, most az őszin határozottan már élveztem. Most ugye dobogóra is állhattál fűzfő. Most korosztályos második helyezett lettem, úgyhogy ez egy meglepetés dobogó volt abszolút, mert én erre nem számítottam, csak azon izgultam a futás közben is, hogy csak ne én legyek az utolsó. És amikor a családom mondta, hogy második helyen vagyok, már akkor nagyon meglepődtem. Ez adhat egy ilyen motivációt, hogy akkor most már nem csak azért, hogy teljesítsd a távot, hanem... Nyilván utólag nem mondom azt, hogy nem jó érzés dobogón állni, mert jó érzés, de engem akkor ott a versenyen nagyon nagy teherként élem meg. Én ezt nem szeretem tudni, hogy hol vagyok, csak magamra figyelek, és megyek. De nyilván a későbbiekhez mindenféleképpen motivációt ad, hogy így két évvel a semmiből... nulla úszás tudással, például ezen a mostani versenyen az első helyen jöttem ki a korosztályomba az úszásnál. Tehát, hogy ezek hatalmas fejlődések, azt gondolom. És hova lehet még, vagy hova szeretnél? Nem tudom, további célok olyan, vannak ilyen célok megfogalmazva benned? Hogy van mi? Nyilván, aki triatlon, meg főleg hosszú távban versenyzik, az eljátszik a gondolattal az Ironman kapcsán, de én eddig hallani se akartam róla. Mindenki azt mondta, hogy képes vagyok rá, én mondtam, hogy nekem ilyesmi nem. Aztán már most ősszel eljátszottam a gondolattal, de továbbra se szeretnék kapkodni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még a kerékpár az, amiben nagyobb fejlődésre van szükségem, úgyhogy most jövő évre a kerékpárra helyezem a hangsúlyt, és akkor majd látjuk, hogy mi lesz igazából. Csak az a célom, hogy örömömet lejjem ebbe, és ne rakjak magamra túl nagy terhet, vagy olyan célt. Ugye említetted, hogy próbálod úgy az edzéseket, hogy reggel, illetve hétvégén, ez mennyire borította fel a mindennapjaidat? Akár munkaterén, akár a családi életterén? Hát nyilván, amikor elkezdtem az egész mocorgást, akkor én is heti két aerobikkal kezdtem, mint bárki más, és még azt is nehéz volt beszuszakolni a hetembe. Ez egy másfajta elköteleződést kíván. Én reggel megyek mindig edzeni. Szerencsémre vállalkozóként a saját időmet osztom be, úgyhogy amikor a többiek elindulnak dolgozni és iskolába, akkor én 7:30-kor felhúzom a futócipőt, vagy már 7:30-kor az uszodába vagyok. Illetve a lányom megy hajnali edzésre 6 órakor a triatlonosokkal, akkor mivel én viszem le, akkor lenn maradok úszni én is, tehát hogy próbálom, hogy minél kevesebbet vegyen el a hétköznapokból. Hétvégén a család pihen, sokáig alszik, akkor én pedig korán kelek, és megpróbálom letudni délelőtt a hosszú edzést. Ugye sokat emlegettük a családot, illetve a lányodat, nyilván kell egy ilyen nagyon-nagyon nagy támogatói erő, vagy családi erő hátulról, de akkor ez neked megvan. Hogyan fogadták ők, amikor így versenyzésre adtad úgymond a fejed? Hát a lányom, amikor először elkezdtem, megvettük a kerékpárt, és hogy hát akkor most triatlonos edzéstervet követek, nem igazán örült, mert ez eddig az ő sportja volt, és anya csak kocogott, úgyhogy olyan kétkedve fogadta, hogy most ebből mi lesz.
Aztán ahogy látta, hogy én nem kívánok senkivel sem versenyezni, én igazából én is szeretném jól érezni magam, és ott lenni neki viszont minden versenyén, meg mindenbe támogatni, úgyhogy az így szépen besimult ez a dolog. És most ő az első, aki a célba mindig vár és ölel, hogy nagyon büszke rám, úgyhogy ez nagyon a páromat meg igazi hajcsárként tudom emlegetni, mert ő mindig lesi az újabb versenyeket, hova lehetne elmenni. Tehát, hogy menedzseri pozíciót is betölt. Ő mindig sofőr, ő mindig ott van, ő mindig szerel, ő mindig segít, ő mindenbe fölkészül, figyeli, hogy mikor vannak a nevezések, úgyhogy ő nagyon, nagyon támogat így mindenbe, ezzel hatalmas szerencsém van, hogy ebbe is tudunk kapcsolódni, és a sport nem elválaszt, hanem még egy olyan bázis a hétvégéinkbe, vagy a szabadidőnkbe, ami összeköt. Ugyanak itt a versenyzésről, illetve a mindennapokról, te vezetsz egy ilyen közösségi oldalt. Erről nem tudom, hogy mennyire szeretnél beszélni, vagy mennyire... Szabad róla, persze. Persze. Úgy hívják a Facebookon, ez egy ilyen blognak készült tulajdonképpen a saját bukdácsolásaimat, és utána sikereimet is megörökítem rajta. Ez a Facebookon található, a Csillámpóni Mutter oldalon. Ez úgy jött, hogy amikor még annak idején kocoráztam, akkor ugye azt beszéltük a barátaimmal, hogy amikor depis vagy, rossz a kedved, szürke minden, nem érzed jól magad, és elmész futni, és minden rózsaszín lesz, csillámló, és csillámpón is. És akkor így lett a Csillámpóni Mutter, mert azért én elsősorban anya vagyok, úgyhogy itt szoktam megörökíteni a mindenféle filozofálgatásokat, és azt, hogy mennyire nehéz sokszor a hétköznapokban, nem mindig minden rózsaszín az edzéseken sem. De akkor az erőt adhat, gondolom, másoknak is tudsz esetleg olyanról, aki belőled vagy a te történetedből merített erőt is kezdett el mondjuk sportolni? Hát többen visszajeleztek az évek alatt, hogy bár felém akkor nem lájkolták a posztjaimat, nem írtak oda meg semmi, de az én posztjaim hatására ők is futócipőt húztak és megindultak, és úgy voltak vele, hogy ha Marian ezt meg tudja csinálni, akkor ezt ők is meg tudják csinálni. Úgyhogy én is hát egy nulla állóképességű emberből lettem ilyen sportember, úgyhogy én remélem, hogy sokaknak ez motiváció. Hát akkor én kívánom, hogy még több embert motiváljunk ezzel a beszélgetéssel, illetve a te személyeddel, és akkor talán legközelebb majd egy Iron táv után találkozunk. Jó, és rendben. Beszélgetünk. Köszönjük szépen! Egy évvel ezelőtt alakult meg a Baja Raiders, a környék első amerikai foci csapata. A vezetőség az elmúlt napokban 3 toborzó edzést is tartott. Stábunk a keddi tréningen látogatta meg a fiúkat. Ismerjék meg őket! Rögös út vezetett a térség első amerikai foci csapatának megalapításáig. Glavocsevics Alex fanatizmusa és támogató háttere kellett a Baja Raiders egyesület létrejöttéhez. Alex korábban maga is játékos volt. Előbb Szekszárdon, majd Székesfehérváron csillogtatta meg tudását félprofi szinten. Az alapító taggal, vagy ahogy magát nevezi, a mindenessel a keddi toborzó edzés elején beszélgettünk. Baján elkezdtük egy éve az amerikai futballt, ugye sok embert igényel. Egy csapat felépítéséhez képest 40-60 fős állományra van szükségünk, nem mindegy sima fociba, ahol elég a 11-15 fő, vagy akár egy kosárlabda 15-nél. Úgyhogy próbáljuk Baján népszerűsíteni jelenleg is az amerikai focit. Hogyan érzékeled, ez mennyire sikerül most? Hát többé-kevésbé sikerül, most hála Istennek ebbe a két napba jött 12-13 új fiatal, reméljük, hogy maradni is fog. Úgyhogy úgy érezzük, hogy tényleg előre tudunk lépni szépen lassan. Menjünk a legelejére, mikor, milyen céllal és hogy alakult meg az egyesület?
Tavaly igazából semmi céllal nem indult meg, hanem igazából saját szórakoztatásunkra, és ugye nekem volt egy sajnos egy sérülésem, ami által úgy voltam vele, mivel rengeteg az időm, így belevágtunk az amerikai fociba, amire hála Istennek úgy néz ki, hogy van is igény, mert próbálnak jönni a fiatalok, és most már kezd kialakulni egy 20 fős mag is. Hogy látjátok, hogy mennyire vetheti meg itt a lábát Baján, illetve Baja környékén ez a sportág? Hát nagyon bízom benne, mert ugye Bajának nagyobb vonzás körzete, és ugye jelenleg is mutatja, hogy ez a 25-30 főből, majdnem 30 fő, az viszont vidéki, nem pedig bajai. Ugye jelenleg itt vagytok a Ganges parton, ahogy mindenki ismeri, a Szent Istváni focipályán. Hogyan jutottatok el ideig? Nagyon emlékszem, hogy beszéltük, hogy nagyon rögös volt az út. Hát igen, hát a Móri Józsefnek köszönhetjük, egy volt focistája kapcsán jutottunk el hozzá, hogy lenne lehetőség egy közös megegyezése, hogyha rendbe raknánk a pályát, akkor használnák ők is, meg mi is, és akkor gyakorlatilag mi éltünk is ebben a lehetőséggel, mert elég néz Baján pályáját szerezni. Hogyan zajlanak az edzések, hogyha így bemutatnád, így, aki esetleg nem ismeri ezt a sportágat még annyira, hogy hogyan épül fel egy edzésetek, illetve hetente hányszor találkoztok? Jelenleg heti 3 edzést tartunk, 6 órától fél 9, attól függ, hogy elméleti szinten mennyire nyomjuk meg. Ugye most ugye az új srácok miatt, ez sajnos muszáj, úgyhogy kitolódnak az edzések. Keddenként, pénteken is ugye vasárnap vannak edzéseink. Az edzés felépítése pedig merőben más, mint más sportágé, mert itt ugye, ahogy mondtam is, tehát elmélet van, kemény fizikai, kontaktsport, erőnléti. 3 órába ezt az elég nehéz belesűrűsíteni, és muszáj, mert ugye élesnek kell tartani a játékosoknak, mert nagyon fontos, hogy nálunk a reakció, és ugye az intelligencia szint is, hogy megértsék ezt a sportot, mert ezt a sportot lehet szenvedve is csinálni, meg élvezni is. És hogyan épül fel egy edzés, miket csináltok? Hát itt különböző gyakorlataink vannak, ugye gumiborogatás, súlyemelés, ütközések, rövid táv, hosszú táv, különböző koordinációs gyakorlatok. Úgyhogy igazából ezt látni kell, meg el kell jönni megpróbálni, és akkor rájönnek, hogy mennyire egy komplex sportról beszélünk. Mik a távolabbi céljaitok, miket szeretnétek? Nem tudom, hogy itt Magyarországon hogy működik a bajnoki rendszer. Hát a Magyarországon a bajnoki rendszer az most már 2005 óta ugye van. Eddig 3 osztályban ment. Most ugye idén változtattak, most már csak 2. Ugye van a kiemelt bajnokságunk, a HFL, emellett van a Divizió 1. Tehát 20 pluszos jelenleg a két bajnokság összeállítása. Úgyhogy igencsak, tehát itthon már nagyon népszerű, és Báskának ugye még nem volt csapatja, hogy nagyon reméljük, hogy nekünk ez most összejön. A távolabbi céljaink azok egyenlőre csapatépítkezés, jövőre még nem szeretnénk elkapkodni a dolgokat, mert én vallom azt, hogy a játékosnak a kinevelése az minimum 1 év, hogy pályára lehessen küldeni. Úgyhogy jövőre még mindig ugye a csapatépítés, toborzás, szponzorok keresése, és ugye, hogy maradjunk egybe. Ha valaki esetleg kedvet kap itt a mai kis riportunk után, akkor kiket vártok ide? Akár fizikailag jellemezve, életkor szerint? Életkor az 15-től 60 éves korig, aki érzi magában. Az, hogy méret, hogy ki milyen magas, ki milyen súlyú, nem számít. Itt ugye 11 játékos van fönt egyszerre a pályán, mind a védelemből, mind a támadó sorból külön-külön. Minden poszt mást követel meg. Mind gyorsságban, mind magasságban, mind súlyban. Úgyhogy gyakorlatilag bárkinek jó lehet, akiben van elég akarat. Az alapítás óta tagja és támogatója a csapatnak Páris József, aki örömmel fogadta a Baja Raiders megalakulását. Úgy lettem ennek a csoportnak a tagja, hogy megláttam a hirdetésen, hogy végre valaki azokat a szavakat, azokat a gondolatokat terjeszti nekem a sporttal és az ő sportágával, hogy az emberek összetartsanak. És ezért hát tartozni akartam valahová, ahol tényleg komoly szintű sporttudományt lehet tanulni, úgyhogy ezért is jöttem ide Alexhez, hogy tanuljak erről a sportágról, és nagyon megtetszett az úta. Azt mondta az Alex, hogy te vagy az egyik legrégebbi tag. Hogyan alakult ez az elmúlt egy évetek, te hogy látod? Hát eléggé fent is, meg lent is, igazából egy éve kezdtünk el megalakulni, egy ilyen gyönge próbálkozással még annó, amikor 4-5-en kezdtünk el összegyűlni. A sportkombiban, mi csak úgy hívjuk, mosolyol a szánk szélén, hogy a kis tücsök legelő. Hát és akkor azóta igazából idáig eljutottunk, több termen keresztül voltunk bent a Petőfi-szigeten is, a kis műfűves pályán, szóval azért megjártuk a hadakútját idáig. Most már itt vagytok egy
játékra alkalmas területen. Most igen, ugye megindult a toborzás is, hogy látod, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy így összeálljon egy komplett csapat? Hát, ezt nehéz nagyon megcsinálni, nagyon-nagyon nehéz megsatszolni. Én úgy gondolom, hogy csodák is történhetnek, úgyhogy lehet, hogy egy év, lehet, hogy kettő, ameddig össze nem szedjük, addig nem nyugszunk meg úgysem. Azt el tudod mondani, hogy mit szeretsz ebben a sportágban, hogy hát, ha valaki kedvet kap és csatlakozna hozzátok, akkor az miért jöjjön ide? Hát, ezt azért, mert én személy szerint azért szeretem, mert ez egy kőkemény férfi a sport, mint általában a küzdősportok, csak egy olyan sport, ami csapatsportban játszódik. Úgyhogy ez inkább ilyen testvéries csapat küzdősport is, ezért aki szereti ezt az irányt, meg szereti azt, hogy mindenféle fajta testalkatnak az előnyeit ki tudja használni, és ezért értékelve van. Ezért tudom ezt javasolni, hogy ez a szépség ennek a sportágnak, hogy kifogyhatatlan a lehetőségekből és a variációkból. És milyen csapat, milyen társaság várja itt az érdeklődőket? Hát, ezt hogyan tudnám jellemezni? Egy vad, őrült csapat, aki nagyon szereti egymást. A vezetők kiemelték, hogy jelenleg több mint 20 játékosuk van, akik többek között Bajáról, Nagybaracskáról és Tolna megye több településéről járnak át az edzésekre. Hozzátették, hogy folyamatosan várják az érdeklődőket a tréningekre, melyek kedden, pénteken és vasárnap este 18 órától kezdődnek. Nézőinknek köszönöm a figyelmet. Friss lelátóval két hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!